Véget ért a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság. Mai műsorunkban a kapuvári labdarúgó csapatok teljesítményét és a szakosztályok tevékenységét dr. Benedek Zoltán, a KES elnök értékeli. Teljesítményével a csapatnak tulajdonképpen teljesen elégedettek lehetünk. A bajnokság elején, ahogy elindultunk, bőven kiegyeztünk volna egy ilyen eredménnyel, akár láthatatlanban is. A bajnokság folyamán aztán volt egy hullámzó teljesítmény, amikor a nagyon jó sikereket is ért el a csapat, és akkor azért főleg a téli időszakban, az őszi bajnokság végén szóba került, hogy a dobogó is egy megcélzandó hely, sőt, megfogalmazottak ennél vérmesebb álmok is. Akkor mi azt mondtuk, a csapatnak az a dolga, hogy focizzon, minél jobb eredményt érjen el. A végső célkitűzésként az első 4-5-be kell bekerülni, és ezt tulajdonképpen a csapat teljesítette. De amit mondok, ez nem kizárólag az én véleményem, egyéb edzőké is, szakvezetőké is, hogy ebben a Kapuvárban akár több is benne lehetett volna a játékos állománya alapján, és én azt mondom, hogy én is el tudom képzelni, hogy több is bent lehetett volna, hiszen ezek a fiúk rendkívül szorgalmasan jártak edzésre, nagyon jó edzésmunkát végeztek, jó edzővel dolgoztak, de a foci az ilyen, és ez a negyedik hely bőven belefér abba a célkitűzésbe, amit a Kapuvári Sport Egyesület a labdarúgó szakosztállyal szemben követelményként, elvárásként felállított, hogy a 2 évvel ezelőtti nehéz indulás után, amikor a csapatot alig lehetett összeszedni, az alatt a 2-3 év alatt, inkább 3 év alatt alakuljon ki egy olyan belső foci csapat, egy olyan belső tartás, ami aztán képes azokat az eredményeket elérni, amire a jelenlegi játékosok a tudásuk alapján képesek lennének, ha csapatban mindig jól összeszokott csapatban játszanának, de azt mondom, hogy ahhoz, hogy egy csapat kialakuljon, ahhoz a 3 év kell, és most már ez a második évnél tartunk, tehát jövőre még egy csapatépítés bőven belefér, és utána aztán jöhetnek akármilyen eredmények. Ha ez a csapat együtt marad, természetesen. Az utánpótlás hogy szerepelt, hiszen több korosztály is van? Az utánpótlás az U17, az U19 a MB2-es bajnokságban szerepelt. Ez egy erős bajnokság, hiszen nagyvárosi csapatok vannak bent. Itt az eredményt kevésbé tartjuk fontosnak. Inkább a játékosoknak az a játék tapasztalat megszerzése éles, kemény harci helyzetben, hogy későbbiekben a nagy csapatnak a pótlását tudják biztosítani. Sajnos azzal a célkitűzésünket teljesen nem értük el, hiszen ővelük az volt a cél, hogy a bajnokságban végig teljes csapattal, jó gárdával szerepeljenek, de azt kell mondanom, néhány játékosnak a nem megfelelő csapattársi viselkedése miatt volt több olyan mérkőzés, ahol nem tudott kiállni a teljes csapat, tehát 11 ember, és három mérkőzés volt, a három mérkőzés után pedig a jogszabályok értelmében a nagy csapattól is pontlevonás történik. Ez, ami meg is történt a mi esetünkben, tehát egy pontot levontak a végső pontszámunkból, szerencsére ez az eredményt nem befolyásolta. De továbbra is nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy kialakuljon az az ifjúsági és serdülő társaság, akikre a nagy csapat később rá tud építkezni, rá tud támaszkodni. Sajnos kicsi az a gap, az az intervallum, ahol az MB2-ben a játékosok játszhatnak, tehát az U19 és az U17 kis korosztályt foglal magában, így nehéz olyan játékosokat találni, ha pedig hozzáteszem azt is, hogy az összes megyei csapatnak is ki kell állítani U19-es csapatot, akkor érthető, hogy nem könnyű egy megfelelő játékos állományt összeszedni, de azon vagyunk. Ennek az egyik példája az, hogy
hogy évközben is évvégén tartottunk egy toborzót, a 2015-ös év végén, illetve a mostani nyára is tervezünk egy tábort, egy hetes tábort. Ez elsősorban a kórháznak a egészségfejlesztési pályázatának a célkitűzése volt, a fiataloknak a megmozgatása, és ez nagyon jól illik ahhoz a KSE célkitűzéshez és elképzeléshez, hogy a nyár folyamán minél több játékos ismerje meg a sportegyesületünket, és így bízunk benne, hogy a játékosoknak a következőben is tudunk majd adni minél többnek egy olyan sportolási lehetőséget, ahol az iskolának a nehézségeit ki tudja magából hajtani, és ha még emellé eredmények is társulnak, akkor az pedig egy külön sikerélmény lesz mindenkinek. Körülbelül hányan rúghatják a labdát Kapuváron a különböző korosztályokba? 100 körüli fölötti? A Kapuvári Sportegyesületnél ugye a három csapatnál közel 70-75 játékos, aki a labdát rúgja, és ami a Kapuvári Sportegyesülethez kapcsolódik, a Nebulo társaságnak a játékos állománya, akik biztosítják a gyakorlatilag az óvodáskortól kezdve az U14, U16-ig, a U14-ig a játékos állománynak a játékos állománynak a meglétét. Ez szükséges is a megyei első osztályhoz, tehát nekünk szerződésünk van a Nebulo Kft-vel. Azt pontosan nem tudom megmondani, hogy ott hány játékos van, de rendszeresen komoly edzéseket tartanak ők is, és 15-20 játékos azért korosztályonként ott is van. Ez elegendő ahhoz, hogy ne kelljen túl sok játékost mondjuk a felnőttekhez igazolni a következő időszakokban, az elkövetkezendő években, tehát mindig tud kapuvári játékos is jönni a felnőtt csapatba? A válaszom erre az idei év végének a tapasztalatával, ugye az egyik szemem sír a másik nevet, téren, hogy nagyon játékosunk, Pető Bence, aki bejelentette, hogy el fog igazolni tőlünk. 17 évesen is a vállán tudta vinni a csapatot, több gólt is rúgott, és őt megkeresték felsőbb osztályból. Megkeresték, pontos csapatot még nem tudott mondani, de felsőbb osztályból több megkeresése van, és nagy valószínűséggel a következő szezont a NB1-ben fogja teljesíteni. Amiért mondom, hogy nevet a szemem, amiért sír az az, hogy nem kapuvári színekben focizik, de végső soron én a játékosoknak mindig is azt mondtam, hogy felső osztályban elmenni, és ha bírja azt a felső osztályt. Ugye mindig van az emberben egy félsz, hogy fogja bírni. Azt gondolom, Pető Bencével nem lesz probléma. Fogja bírni a felső osztályt, akkor nyugodtan és a Kapuvári Sportegyeset örömére szolgál, hogyha elmegy, hiszen ő volt a nevelőegyesület a Nebulóval együtt, és büszkeség, hogy ilyen játékost ad a magasabb osztályban. Aminek nem örülök, hogyha valaki megélhetésként alacsonyabb osztályban is elmegy futballozni, mert az főleg egy tehetséges játékosnak azt gondolom, hogy semmiképpen nem azt szolgálja, hogy ő a labdarúgásban tevékenykedjen. A kérdésre továbbiakban visszatérve, bízunk benne, hogy mindig lesz Kapuvár környéki játékos, aki itt fog focizni, hiszen Kapuvárt mi most úgy mondjuk, hogy kapuvári csapat mondja Kapuvár, és a Kapuvárnak egy 30 kilométeres körzetében belül minél több játékos, jelenleg egy 80%, aki itt a Kapuvárban innen focizik, és szeretnénk ezt az arányt megtartani vagy növelni, de természetesen szívesen látunk és fogadunk tehetséges játékost bármelyik területről. Ugye most zajlik az Európa-bajnokság, nagyon sokan nézik a mérkőzéseket, ugye jelenleg hétfőn készítjük a riportot, itt még a portugál meccs a magyarok előtt van, de egy csütörtökön kerül adásba a beszélgetésünk, tehát akkor már túl leszünk a harmadik mérkőzésen is. Érez-e valamilyen hatását az EB szereplésnek? Gondolom, beszélget gyerekekkel, találkozik fiatalokkal. Milyen hatással van ez a focitorna a labdarúgásra?
A Kapuvári Sportegyesület képviselőjeként igazából még nincs ennek külön lecsapódása, nem érzek ennek hatását. A korábbi én fiatalkori tapasztalatom szerint, hogy amikor még a 78-ban még ott voltunk világbajnokságon, utána az egyesületbe lényegesen több játékos jelentkezett, hogy szeretne focizni. Tehát egy-egy ilyen világversenyen való jó szereplés az adott országnak a fiataljait megmozgatja olyan irányban, hogy ők is példaképként ilyen focisták szeretnének lenni, és ez minden egyesületnek jó. Itt mi azokat a fiatalokat várjuk, akik mozogni szeretnének, sportolni szeretnének, és akik később, ha elérik azt a kort, és azt a tehetséget tudják magukkal vinni, előbb-utóbb ezt a válogatottat is pótolni fogják tudni. Ugye más szakosztályok is működnek a KSM belül, értékelték már a többi szakosztály munkáját, vagy még ez várat magára? A végső értékelés beszámoló az augusztusra tolódik általában, de összességében azt mondhatom, hogy a karate szakosztály és a tánc szakosztály az hagyományosan újsághírekből, Önök televíziójából is rendszeresen lehet tudni, hogy továbbra is viszi a sikereket, aminek nagyon örülünk, mint egyesület, és én is rendkívül boldog vagyok emiatt, mint egyesületi elnök, hiszen ez az egyesület hírnevét is öregbíti. A modellező szakosztálynál történt az, hogy inkább, mint egyes versenyeken bírók szerepelnek, a szakosztálynak a tagjai, Tevesen Bertók úr, és a tavalyi év az inkább egy erőgyűjtés volt. Tudni kell, hogy a modellező szakosztály egy eléggé, a korábbiakhoz képest egy eléggé anyagiakat megkövetelő sportággá vált ahhoz, hogy föl lehessen venni nemzetközi vizeken, vagy nemzetközi területeken a verseny, hiszen most már hiába van az embernek egy brilliáns ötlete, hogy lehetne akár egy gépet összerakni, egy motort javítani, ahhoz kell egy nagyon jó motor, ami viszont nagyon sokba kerül, karbantartás sokba kerül, úgyhogy ők most inkább a anyagi gyűjtésre fordították ezt az évet, bízom benne, hogy a következő években már sikeres versenyekről is beszámolhatunk. Banketten már túl vannak ilyenkor, ugye az év lezárásaként szoktak tartani ilyen kis összejövetelt? A labdarúgó szakosztállyal azon a banketten túl vagyunk. A játékosokkal elkezdődött a megbeszélés, a tárgyalás. Örömmel mondom, hogy az első szándéknyilatkozatok alapján játékosok 85-90%-a úgy nyilatkozott, hogy szeretne Kapuváron folytatni pályafutását, viszont amatőr szerződés aláírására még nem került sor, hiszen még az átigazolási időszak tart. Van néhány olyan játékos, aki azt mondta, hogy ő szeretne itt maradni, de meghallgat más ajánlatokat is. Sajnálatos módon az edzőnek egyéb játéktól, ami egyesületünktől független dolgok miatt vissza kell mennie Ménfőcsanakra, és ő nem fogja tudni tovább vállalni az edzőséget. Ez irányban történnek most lépések másik részről, és több edzővel, és szerintem jó edzővel vagyunk tárgyalásban, akik közül reméljük, hogy sikerül azt megszerezni, akit mi szeretnénk ide a Kapuvári Sportegyesületre, hogy ezt a munkát, amit Májer úr elkezdett, ezt tovább vigye. Mikor lesz az újabb bajnoki forduló, mikor kezdődik, várhatóan augusztus? Augusztus vége, szeptember eleje, ahol várható. Az egyeset még a sorsolást igazából nem láttam. Most júni 30-ig kell a nevezéseket beadni a megyei bajnokságra. Ez történik most. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm szépen.